A horvátok és az elefántok elleni hazai X, Németország ellen Gezenkirheben 2 0 vereség. Befejezte az előkészítő mérkőzéseket a magyar labdarúgó válogatott, amely élesben jövő kedden debütál az Európa-bajnokságon, akkor majd Ausztriával szemben. Az eddig látottakat értékeljük a 12-szeres válogatott. Fitos József felül a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, köszönöm eh, a megkívást. A azért az nagyon nem baj, hogy erre a németnek se gondolunk, ugye, hogy, hogy az első közben nem adták meg a németeknek azt a szabályos gót, utána persze később meg kapjanak egy lees gólt. Hát mielőtt az első gólról beszélnék, azért azt gondolom, hogy a realitásokat kellene mindenképpen figyelembe venni. A realitás pedig a következő. Játszottunk egy 8, több mint 8 milliós országgal, ahol 7,7%-a a lakosságnak labdarúgó, tehát focizik. Magyarországon ez arány 1,3 volt pár évvel ezelőtt, most talán föl tudjuk tornázni 2,83-ra. Ez azt jelenti, ha végig gondoljuk a számokat, amiről nehéz vitatkozni, az azt jelenti, hogy Németországban közel 6 millió ember focizik. Magyarországon ez a szám 283 forint. 300 fő. Na most, hogyha ezt összehasonlítjuk ezeket az adatokat, amikkel vitatkozni nem nagyon lehet, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút reális eredmény volt, és nagyon örüljünk, örüljünk annak, hogy van egy olyan kormány, aki ilyen sportpolitikát folytat, örüljünk annak, hogy van egy olyan MLS Csányi Sándor vezetésével, aki elő tud, hozzá tudott nyúlni Dárdai Pál, és hozzá mehet nyúlni -hoz. és azért nagyon azért nagyon, 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 nagyon ez, mert én magyar edzőként mondom, aki nagyon sokat kritizálta magyar, magyar labdarúgást az elmúlt 20 nem lett volna magyar edző, aki ilyeneket meg volna húzni, például Kleinhelyezés, stb. stb. És azért nem, nem azért, mert gyengébe, azért nem, mert féltek volna a következményektől. Hát azért, mert egy olyan közegben vannak, amiben vannak, és itt viszont a kívülről jött embernek volt csak lehetősége, igaz, ugye erre, erre, erre utazásra? Elsősorban annak volt mozgástere, amit hát, most ki is használt, úgy tűnik. Hát, úgy. hát azért minden válogatott edzőnek van mozgástere, tehát hmm. a magyar válogatott edzőnek is volt mozgástere, a klub is van mozgástere. Meg sem mertünk volna meghúzni. Azért nem mertünk volna meghúzni, mert ford, másképp látjuk a világot. Mm. Úgy látjuk a világ, mi lesz, ha nem sikerül. A Stort pedig azt mondja, meg a Dárdi azt mondja, ha majd nem sikerül, akkor foglalkozunk azzal, ha nem sikerül. Mm -hmm. Ez az alapvető különbség. Én is ezt tapasztaltam, én egy Görögországban is ugyanezt tapasztaltam. Nem attól félünk, hogy kikapjunk, hanem attól, ha majd kikapunk, akkor majd ezt kezelni fogjuk, hanem győzni fogunk. Hát igen, ez a görög mentalitást, ezt, ha már szóba azt, ez például itt a bajnokok ligája, Final Six-ben a vízilabdában is láthattuk, ahol elég határozottan elmeneteltek a görögök a döntőik. Na most Tork kapitány szerint jó volt a védekezés, és jó hoztuk ki a labdát a saját kapunktól. A mai helyzetben akkor azt mondott, hogy ez egy elismerésről méltó teljesítmény, és, és becsüljük meg. A magyar labdugás jelenlegi állapotában ami egyébként szerintem fej fejlődő állapot, ez az, ez az, állapot az, ami megfelel annak, ahol jelenleg tartunk. A magyar válogatott, ha elkezdett volna támadni, nyílt sisakkal játszani, akkor nagyon nagy, szomorú lenne, nagyon nagy szomorú eredmény lett volna. Nagyon a szomorú eredmény lett volna. Nagyon, a nagyon, nagy nagy nagyon igen. És egyetlen dologtól óvnék azért, szóval kísértetlen félek attól, hogy nehogy az legyen, mint ami volt 86-ban a v Mexikói vébe után. Én emlékszem arra a mérkőzésen, amikor a hollandok ellen játszottunk a stadionba, az, az bizonyos sikeres osztrák meccs után, és tele volt a stadion, mindenki exzellizó volt, és kikaptunk itt a hollandoktól. És olyan hangulat lett, amit a végeredménye az lett, az a szovjetek elleni fiaskó. Ha a magyar válogatottat nem éri az LB-n valami váratlan esemény, vagy váratlan, ami arra gondolok, amit a másik 30 percet gólt kapunk az osztrákoktól, akkor ez a magyar válogatott van annyi tartás, németeknek köszönhető mentalitásnak is köszönhetően, és mondom még egyszer, ezért minden tiszteletem a Csányi Sándor és az általvezetem leszé. Nagyon kritizáltam a magyar labdarúgást évtizedekig. De ha nem ér ilyen trauma, akkor a magyar vállalkozót bármilyen eredményre képes lehet. De ha nem lesz eredményre is képes, hanem mondjuk nem jutunk tovább a, 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 csoportból. Ez a fontos. Szerintem az a fontos, amit én most megkértem, hogy, hogy tudva, hogy jövök ide, megkértem hogy hozzánk erről a hozzánk kerülő kisfiúkat, kislányokat, írjanak erről a mérkőzésről pár mondatot pár hónap, pár évvel ezelőtt, amikor egy magyar válogatott játszott, akkor azt írták, hogy akkor azt mondtam a gyereknek, hogy nagyon ja, jó, jó, nagyon jó teljes jut, és válogató focista lehetsz, a Józsi bácsi, az a szint. Ma ugyanezek a gyerekek azt mondták a vereség után, hogy hajrá magyarok, az a fejezték be a mondataikat. Ma ezek a gyerekek Gera és Bödemezbe jönnek edzeni. Ezt ne rontjuk el. Na, hát ez az azért még egy-két éve, éve nem így volt. Abszolút nem így volt. Akkor Szuhár még, ez még akkor meg Messi, mezz... igen, messzi, igen. És ez a, bocsánat, hogy hadd mondjam, végig ezt a mondatot, ez a fontos. Tehát nem az a fontos, most örülni fogunk a további, borzasztó fontos lesz. De az a fontos, azok a gyerekek, azok a több százezer gyerek, ami majd talán lesz 500-600 gyerek pár év múlva. Azok, azok hogy, azok hogy fognak gondolkodni. És tényleg ez a fontos. Azok a játékosok, akik most játszanak a válogatottban, persze hogy nekik ez létkérdés. Nem nagyon fontos, mert másnap sokkal jobb az üzletbe vásárolni. Jobb lesz a hangulat, De a legfontosabb ez. Na most a védekezés, amit akkor ezek szerint Storkapjánhoz hasonlóan te is dicsérsz, egy kicsit azért kaparászunk meg ott az elején, mi történt az első 10-15 percben. Én nem dicsérném a védekezést. Nem? Nem a védekezésünkben Én azt gondolom, hogy az gondolom, és ez biztos vagyok benne, hogy változtatni is fog a stork. Az, én az én személyes véleményem. Én, én például Juhász Rolandot nem hagynám kötyöp. A Juhász a tapasztalata, a tudása, az mindenképpen ott szükség van a Juhász Az az első, az első persze, azért gondoljunk végig... Eh, akkor te kalab... most, uh, már is akkor a Langádámra utaltunk, igaz? Én, én nem, 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 Isten őriz, is, hogy uh én nem ismerem Langádámnak a személyes, én nem vagyok az öltözőbe. Uh -huh. Borzasztó hasonlít ez az állapot, mondom még egyszer, a 86-os VB eh, előtt A 86-os VB előtt nagyon sokat kritizálták, például a Mezé Györgyöt a Nagy Antal miatt. Én, egyiket, nekem ő volt például az, a vetértársam, ő játszott az én is játszottam, is. és, és nagyon sokat kritizálták és, és, az a közegbe kell benne élni valakinek, hogy tudja, hogy miért a Nagy Antal játszott, vagy most miért a Lang játszik. Tehát kívülről lesz megmondani, hogy nem szabad. Nem is szeretnék ilyet Azt gondolom, hogy én azt gondolom szakmai szemmel, hogy a Juhász eh, -huh. ebbe a vidembe fontos, szerepe, fontos szerepe lehet. De gondoljunk bele, a zsapat nagy része az játszik Pakson 1500 néző előtt, játszik Szombaton 3000 néző előtt, vagy 5000 néző előtt, és most kimentek egy 5000 ezer ez na ezért nagyon-nagyon tisztelem szakmailag is ezt ezek ez ilyen húzásait, hogy utolsó felkészre egyet játszunk egy német csapattal. Hát melyik vagy edző vállalta volt? Igen, tehát nem statisztika Absolut, simogatás abszolút, volt a cél, abszolút. hanem ugye azt mondta ő, hogy Igen. hát az osztrákok, szóval ennél, ennél nem kapunk erősebb csapatot. A, a És ebből tanulunk. Mm -hmm. És ebből tanulunk az 55 ezer néző hangulatával, tanulunk azokból a hibákból, biztos vagyok benne. Na most az, az látszott ugyanakkor ebben a helyzetben, egy ilyen erős ellenfélel szemben, hogy hát táma, támadásban nem nagyon lesz vagy vannak lehetőségeink. Storka következőképpen értékelte az egyszem csatár szalait, nem volt rossz szerinted, mert ugye ez azért fontos kérdés szerintem, mert, mert, gyakran szalait, alkalmazását félreérti szerintem a szélesebb publikum is, hiszen mindenki gólokat várna tőle, de hogyha ezt a szerkezetre, meg erre a játéknak az egycsatáros pozíciós játékra ránézünk, hát neki nagyon sok mondhatni az, hogy feltolt középhátvét sokszor. Borz, teljes egyetértek az, amit mondasz. Szóval vannak azért a szurkolók, meg vannak, akik felelnek a szakmai munkája. És azt gondolom, hogy ezt a szakmai munkát a stort tudja, hogy mit csinál. A a szerepe abban a csapatban legalább annyira fontos, mint mondjuk az utolsó ember Kuzmics, vagy akár a Gábor szerepe. Természetesen én nekem is van egy kis hiányérzetem. Nekem is van egy hiányérzetem, hogy egy, egy, egy Nikolics az, aki a egy így teljesít, és lehet Olaszországban folytatni, az hogy, hogy nem tud bekerülni a csapatba, de ebben nem tudom, hogy kívülről beleszól. Nem tudjuk, milyen az a belső hangulat. Nem tudjuk, de hogy milyen az szeret... a azt mondaná, hogy azért te Nikolicsot szívesen látnád? Attól függ, melyik csapat ellen. Uh -huh. nem, mert az osztályok ellen feltételezem, hogy nem kell azért ilyen, masszivan masszívan védekeznünk. Uh -huh. Tehát a, ebbe a, egy mozgékonyabb Nikolisa szerintem jobban szükség lehet. De még egyszer nem vagyok az öltözőbe. És azokat a húzásokat, amiket a stort meghúzott, velőt a dárda, hatásra tudott a gyerekekre, a játékosokra, azt még kívül nem tudjuk megítélni. Na most mit ér ez a vereség számunkra? Tehát mik azok a tanulságok, amiből vereség ide vagy oda, kettőn ide vagy oda, lehet önbizalmat meríteni? Milyen olyan részleteket láttál? Hát a számokból. Ha a számokat nézzük, amikkel vitatkozni nem lehet, mert azt, hogy melyik csapatnak a játék, kinek tetszik, az egy szubjektív érzés. De az viszont objektív, hogy mondjuk egy német játékosnak az értéke az egész, közel az egész magyar lapállalatotnak az értékét jelenti, ugye ez a bizonyos ezzel foglalkozó újság alapján az a helyzet, hogy a, mindenképpen azt a pozitívot le kell vonni, hogy amikor összetünk magunkat, amikor kicsit próbáltunk alkalmazkodni ez a környezethez, ez a némes stílushoz, mert azért ez egy érdekes stílus, ezek rohannak, mint mennek, mind az őrültek, és ez borzasztóan nehéz ö, nekünk ezt követni. Onnantól kezdve pariba voltunk a védekezés szempontjából. Támadás felépítésével voltak problémák, és amit, ami, ami, hogy ne csak pozitívról beszéljek, nekem azért van egy hiányérzetem, van egy kis problémám. A problémám az a Nagy Árdámnak a nyilatkozata volt a mérkőzés után. De azért nálam a Mirkőzs után azt mondta, és ezt tényleg szerintem meg kellene fejteni, a magyar edzőknek is meg kellene fejteni, főleg a, a szakmai stábnak kéne megfejteni, amikor azt mondta, hogy azért vertek meg bennünk a németek, mert a németek azt csinálják minden edzésen, amit mi itt csak a válogatottba. Ez szóval hogy mondta, hogy nem tudom ezt a mondatot kezelni, hát német edzője a Tomás Doll, naponta gondolom német mentétásban edz a mag, túl nyerték a bajnokság, és ez viszont kíváncsi hogy mit is gondolt, mit, mire gondolt a német hálán. Mert hogyha tényleg csak az a két, három, négy, öt nap alatt az összetartás alatt csinálják azt a német mentalitást, ami ezek szint eredményes, akkor mondja el, hogy mit csinál, mert én örömmel tanulok belőle. Uh -huh, uh -huh. Igen, hát ez, ez, ez sejtelmes, ez még megfejtetésre uh, vár ez a dolog. A uh, Stork azt is mondta, hogy a hátralévő időben a német meccsen esetleg kiütközött hiányosságokat kell kijavítani. Uh, Na akkor ezt nézzük, hogy szerinted mi az, ami, a, amit ilyen szempontból gyakorolni kell valószínűleg. Hát én azt gondolom, én azt gondolom hogy ha már vettem a bátorságot, és a talán véleményem nekem is lehet, akkor akkor azt gondolom, hogy például középer mindenképpen be kellene egy, még egy játszójátékost, és az azt gondolom, a Gera, Gera személyére ez adott is erre. Olyan, annyira nem tudtunk támadásokat kezdeményezni, hogy mindenképpen szükség lenne, egy olyan játékos, aki attraktív, aki váratlanul húz. Ez egyik. A másik, én nem tudom, hogy, a, hogy a, a, milyen alapod van a Gyugyák. Azért nekünk a támadó részlegünk nagy részt tőle függ. Azért itt legyünk őszinték, tehát a Gyugyák formájától függ, ott nagyon sokszor a magyar válogatnak a előrejátéka. Nem tudom, ez a sok mérkőzés kihagyás, ez, mit, ez, milyen hatása van rá, de abban biztos vagyok, hogy 45-60 percig biztos vagyok, hogy fogja bírni. És a gyugyák gera, tengelyre, az gondolom, támadásban lehetne többet, többet építeni. Ez persze kockázat, mert ugye itt ki kell venni, akkor valakit a esetleg ne adj Isten még a sem, védekező szerep szerepkörből is, ez a stordolga, vagy megint előhúz valamit, vagy valakit, nem tudom, most már el azt is képzelni, és megint nyerő ember lesz, és hát ugye ott van Klein akira akire azért megint biztatunk, hogy első a lába. És végül azt mondták, ugye Eszterházi Mártonnal beszélgetünk itt a múlt héten, ő azt mondta, hogy szerint ez annyira kiszámítatlan, hogy itt 0 és 9 pont között bármi előfordulhat ezen a három csoportmérkőzésen valóban ennyire kiszámíthatatlan, hogy mire lesz elég ez a tudásunk, ami viszont elég jól körvonalazható, hogy mi az, amiben előre lépett a válogatott? Olyan, hogy értek a Marcival, hogyha tegnap megnézte valaki, vagy az utóbbi vannak az előkészítő mérkőzésnek az eredményeit. Hát gondolta volna valaki tegnap, hogy a cseh válogatott kikap dél otthon és úgy kap ki, hogy kiállítanak közben egy játékos, tehát nem vették félváról, mert akkor nem, 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 nem ilyen velményszervel vetették magukat a közölembe. Ezért mondtam az előbb, ha nem történik valami váratlan, ami az egész rendszerünket felborítja, akkor Magyarország ott bármire képes, bármire képeset. Olyan kicsi a különbség ma a válogatottak között, és hogy látom, portugáloknál mondjuk a megkaszoló játékos, az most éppen pihen és szórakozik, ugye a Ronaldo, nem biztos, hogy annyira komolyan is fogják venni esetleg néhány, ország, mert ugye ki kell pihenni mondjuk a Real madrid uh ,nak a mérkőzéseit. Azon bár, bármi előfordulat, de nem ez a fontos. A fontos az, hogy a LB -E után a gyerekek, az a sok száz gyerek, az mosolyogni tud. Meg túl. az kell, hogy legyen tartása a csapatnak vége. Abszurd. Az még nem biztos, hogy ne legyen. Ennek a csapatnak már biztos, hogy van tartása. Hát gondoljunk végig. Ezek a gyerekek, Guzmics, vagy mond ezeket fél évvel, egy évvel ezelőtt mindenhova kívántuk, csak a magyar válogatott nem. Ugyanezek az emberek ma a gyereknek a hátán ott a nevük. Ez maga a csoda, ami történt a magyar labdugásban. Hát folytatódjon, így legyen, ahogy te vágyod. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Meg köszönöm a meghívást.